Jó napot kívánok, kellemes szép napot mindenkinek, az M3 Autóparkban vagyunk koncertóval együtt. Sokat nem láttok belőle, meg belőlem se, de ez senkinek ne okozzon problémát, nekem se különben. Inkább nézzük meg az autót, a járgány, amit most közelebbről meg fogunk vizsgálni, ez egy Toyota Corolla Verso, egy nagy családi járgány, óriási csomagtérrel, összecsukható üléslapokkal és állítható hátsó üléssorral. Tehát nagyon jó pakolható, variálható ez a jármű. A motorja 1.6-os benzines, itt nem tudom, hogy leállítottam vagy sem. Nem hallottam, de jár a motor benne, úgyhogy meg is hallgatjuk akkor veletek közösen ezt a masinát. Nézzük meg a lámpáit, mert az rettentő tetszetős nekem, nagyon feldobja a kedvemet, amikor ilyen szép lámpákat látok, mert sötétben azért nagyon jó, hogyha van egy jó világító, tiszta áttetsző lámpánk. Van ködfényszóró is az autóban, tehát majd ha jön a tél, meg a ködös, havas, esős idő, akkor néha lehet, hogy jó fog jönni. Tehát itt van ez a WBT motorunk, ami 1.6 benzin és 110 lóerős. Van benne ABS, menetstabilizátor, kipörgésgátló és klíma. A klíma az tökéletes, hibátlan, szépen dolgozik benne, kipróbáltam és kellemesen hűt. Nagyon fontos, hiszen egy nagy autó ez, és ha beleül egy csomó ember és nincs benne, nem működik a klíma, akkor nem annyira kellemes az utazás benne. Amúgy nagyon mutatos, szép kis kocsi, világos kék, metál színű, gyári sötétítésű, zöld színű üvegeket szereltek bele a gyárban, és jó minőségű gumit rakott rá a gazdája. Láthatólag jó mintázata van neki, mélybordás és Michelin márkájú prémium gumi van az autón. Nézzünk bele a csomagtérbe, és itt is megnézegetjük, hogy mit találunk. Tehát van itt egy nagy csomagtér egyszerre, és láthatólag azt látjuk már is, hogy ugye ez az ülés előrébb van, mert előbb én előrébb húztam. Illetve ez egy roló, amit így el tudunk húzgálni, tehát a kis motyónkat el tudjuk takarni vele, és vannak ilyen kis kapaszkodó körmöcskéi, amit le lehet innen venni, így, és ki lehet konkrétan akasztani magamat is, meg a nyásokat is, így, és ki lehet vele venni ezt a hátsó rolót egyszer, és akkor jön az, hogy ledöntögetjük az üléseket, és betoljuk ide azt a nagy darab szekrényt, amit el akarunk vinni onnan otthonról, vagy haza akarjuk vinni valamelyik lakberendezési áruházból. Van benne tárolórekesz egyszer, van még egyszer rekesz benne, és hátulra is raktak még ilyen pohár tartót. Azt nem tudom, hogy kinek. Lehet, hogy valaki horgászik, és beteszi oda a sörét, és akkor innen horgászik a hátsó csomagtartó részből. Tehát az ülés előrébb van, mint a másik, mert hogy én ezt elhúztam, van 12 volt, ezt most találtam ott, tehát hátra van, most már egyenesben van az egész, izofixes, és ezekkel a kis karocskákkal lehet itt döntögetni. Például nézzük meg, hogy mi történik, tehát lehajtottam a közepét például most, és így egész vízszintes felület alakult ki. Tehát, hogyha akarunk, betolunk oda egy létrát, és ide két melóst bedobunk hátra, és mehetünk a hétvégi telekre, esetlegesen mondjuk felújítani a fürdőszobát. A tükrök és az ablakok elektromosan kezelhetőek, hátsó utasok is tudnak ablakokat nyomkodni. Mi az elsőt fogjuk megpróbálni koncertóval. Ez meg is történt, működik. Az autóban van elől, van oldal, és van benne függöny légzsák is. A kormány a bőrbe vonatú, állítható magasságú, és van itt egy tempomat karocska. Be is kapcsoltam, az a kis zöld cruise felirat megjelent, tehát most aktív a szerkezetünk. 129 ezeret futott, mint látjátok. Két darab gyári kulcsa van, jobban olyan kis kocka dolog, ezt innen mutatom, ezt lehet oda bedugnunk. Ráálltam egy pillanatra, és akkor ez innen kijön, tehát így néz ki a kulcsa, nem szúrja senkinek ki a zsebét. Aztán betesszük, és akkor egy gombnyomás így néz ki, ezt a gombot megnyomjuk, közben nyomni kell a kuplungot, mert ez nem csak úgy van, hogy nem. Tehát már is jár a motorunk, kihasználnak a kontrollámpák, csendesen teszi a dolgát. Tehát a kipörgésgátlónkat ki tudjuk kapcsolni, egy sárga lámpa megjelenik ott balkéz felől, amúgy jobb kézzel nyomtam a gombot meg,
Na, tehát minden rendben van vele, gázadásra reagál a szerkezet, kézifék be van húzva, ezt látjátok, ott is jól, hogyha bekötni magam, de nem kötöm be most magam, mert nem megyünk sehová. A próbakört megoldottuk előbb ezelőtti videó előtt, úgyhogy megtörtént Feri Peti és Concerto kollégával, elmentünk egy rövid próbaútra, azt a videót is nézzétek meg feltétlenül, egy tároló lekesz ott fönt, van itt egy CD rádió, aztán találtok egy digitális automata klímát, tudjuk szabályozgatni, én most levettem teljesen, kellemes hűvös levegőt fúj, úgyhogy működik benne a klíma, fogja hűteni itt a barátokat, haverokat, családtagokat a járgány. A váltó 5-ös kézi váltó, onnan lehet kikapcsolni a kipörgésgátlót, hamuzó és pohártartók, meg ilyen tároló rekeszek vannak itt még. Feri és Peti kollégám ide kitette, hogy ami fontos, legalábbis nekem, hogy elmondjam, 2007-es, 2023 negyedikóig műszakia van, és 110 lovas a benzinmotor, ami benne van. Hát amit kifelejtettem, azt majd eljöttek és megnézitek. Saját szemmel lehet nyomkodni, lehet próbálgatni, lehet mindent csinálni. 9-től este 6-ig itt vagyunk, úgyhogy lesz rá idő bőségesen. Feri, Peti és Concerto kollégáim itt vannak és segítenek nektek majd. Köszönöm, hogyha nyomtok egy ilyen kis jelet a videónk végére. Iratkozzatok fel a csatornánkra, gyertek el hozzánk személyesen is. A viszontlátásra, sziasztok!